Megérkeztek az első vásárlók a felújított piacra Tiszavasváriban. Bár a településen vasárnap a vásárnapja, ez alkalommal szombaton is várták a vevőket. 2016 óta volt terv az Agora megújítása, ám a munkálatokat forráshiány miatt csak 2019-ben tudták elkezdeni. Mostantól a helyi termelők mellett a környékbeli gazdáknak is jobb lehetősége lesz majd az árusításra a több mint 1000 négyzetméternyi területen. Az átadó ünnepségen a város polgármestere elmondta, nem csak a piac, hanem gazdasági épületek és parkoló is szolgálja majd az ideérkezők kényelmét. A piac évek alatt épülgetett, de hát a saját források azok nagyon kevesek voltak, az önkormányzat nem túl sok pénzből tudott gazdálkodni, viszont a piacra óriási igény van, mint ahogy látható is talán majd a képeken, van egy zöldség gyümölcsárusoknak, élelmiszer árulóknak egy lefedett rész a felső részen, viszont a nagyobb részen, a nagyobb placon sem lefedés, sem vízelvezetés nem volt megoldott, és hát az esős idő az a vásárlóknak is és az eladóknak is gondot okoz. Most, hogy több mint 1000 négyzetméternyi fedett helyünk van, így a rossz idő esetén is tudnak jönni. Itt világítás is föl van szerelve, tehát a téli időszakban, amikor sötétebb van, rosszabbak a látási viszonyok, akkor is tudják fogadni a vásárlókat, és ezen a több ezer négyzetméteren tudnak szolgáltatni. A megjelenteket köszöntötte Sesták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke, aki úgy véli, nagyon fontos, hogy a városlakók a helyi termelőket támogassák. A piac az találkozási hely is, a helyi termelők is megjelennek itt, és ezzel áttételesen, sőt közvetlenül is tudjuk támogatni a helyi termelőket, a helyi gazdálkodókat, a helyi kistermelőket, árut előállítókat, hogyha itt vásárolunk a piacon, úgyhogy mindenkit arra biztatnék, hogy elsősorban a piacokat keressük, csak utána megyünk máshová. Tiszavasvári országgyűlési képviselője éveken át lobbizott azért, hogy méltó körülmények között működjön a piac. A település 2013 óta járási központ, az itt élő 13 ezer lakó érdeke, hogy a várost komplex módon fejleszék. Tulajdonképpen a város belterületeit, közösségi tereit is felújítottuk, kerékpárút aszfaltozása került sor, itt a strandfürdő itt van mögöttünk, nagyon népszerű a strandfürdő, a helyi fürdő országos versenyében első lett, nagyon jó gyógyvíz van itt, tehát mindenképpen azt szeretnénk, hogy Tiszavasvári fejlődjön, és érezzék az emberek, hogy a belvárost átalakítjuk, egy városközpontot kialakítunk, és ennek vannak gazdasági és közösségi funkciói, és a mai nap hosszú volt az út, de ez is eljött. 5 év után sikerül ezt a projektet lezárni. A piac mellett az új parkolót és a műfüves focipályát is birtokukba vehették a településen élők. Tiszavasváriban a fejlesztések a közeljövőben is folytatódnak, hamarosan a találkozások háza is megújul.